Veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében szerda délután. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be az intézkedéseket. Beutazási tilalmat rendelünk el Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre. Ezekből az országokból senki nem léphet be Magyarországra, kivéve, hogyha magyar állampolgárokról beszélünk. Magyar állampolgárok esetén viszont, hogyha ezekből az országokból érkeznek, akkor hatósági karantént fogunk elrendelni. Ez azt is jelenti, hogy leállítják a vonatokat, buszokat, repülőket ezekből az országokból. A schengeni határokon ellenőrzéseket tartanak. Továbbá bezárnak az egyetemi épületek. Az oktatás csak távoktatás formájában történhet. Gulyás elmondta, a harmadik fontos intézkedés, hogy 100 fősnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását megtiltják. Így egy sor rendezvény marad el, köztük a március 15-i ünnepségek. A dombóvári önkormányzat is meghozott egy fontos döntést a koronavírus megelőzése miatt. Március 15-én meghirdetett rendezvényt a Szigetelbében megtartjuk, a koszorúzásra sor kerül, az apácai intézményében tartandó zárkörű rendezvény pedig el fog maradni. Sajnálatos, hogy április 1-ére nagyon készültünk már hónapok óta, de sajnos ez a rendezvény elmarad, és majd később tájékoztatunk mindenkit, hogy ez mikor kerül megrendezésre. Az iskoláknak egyelőre nem kell bezárniuk, az óvodák, bölcsödék önkormányzati fenntartásúak, így a helyhatóságok döntenek azok esetleges bezárásáról. A sok embert foglalkoztató cégeknek is azt ajánlják, hogy saját hatáskörben tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A szakemberek azt mondják, mindez gazdasági válságot okoz majd az eurózónában, ami a magyar gazdaságot is érinteni fogja. A kormány legrosszabb esetben mínusz 0,3%-os gazdasági növekedéssel számol. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt valószínűsíti, hogy leépítések jöhetnek a vállalatoknál, különösen a szállodaiparban. Továbbá az emberek kevesebbet fognak keresni a korlátozott nyitvatartás a csökkentett munkaidő miatt, és elsősorban hazai termékeket fognak majd fogyasztani a korlátozások miatt. A gazdasági visszaesés 6-12 hónapig is eltarthat. Mindenképpen elég nehéz helyzet alakul ki. Valószínűleg a korábbi nagy növekedés, ami most már tartott 3 éven keresztül, ez meg fog szűnni. Legjobb esetben egy minimális növekedés várható, és reméljük, hogy nem csap át recesszióba. Hogyha átcsap recesszióba, vagy rosszabb lesz a helyzet, az mely területeket fogja elsősorban érinteni? Hát már most kezdődik gyakorlatilag. A vendéglátás turizmus területén van. A feldolgozóipar lesz a következő. Az viszont nagyon nagy gond fog jelenteni, illetve a harmadik a szolgáltatásban várható szintén hasonló. Ez azt jelenti, hogy a nagyvállalaktól egészen a mikrovállalkozók érintve lesznek ebben. Nem csak a nagyvállalatokat fogja ez érinteni. Gyakorlatilag a legkisebbtől a legnagyobbakig fog érinteni. Különböző lehetőségek vannak, egyrészt létszám leépítés, de reméljük, hogy ez lesz a legkevesebb, de van olyan lehetőség, hogy a munkaidő csökkentése, illetve otthoni foglalkoztatás, amit most nagyon próbálnak erőltetni, de nem minden esetben lehetséges. Tehát úgy néz ki, hogy mindenkinek ki kell dolgoznia a maga válságkezelését. Az iparkamara elkezdte felmérni, hogy a cégeket mennyiben érinti majd ez, és milyen segítséget igényelnének annak érdekében, hogy fent tudjanak maradni. Minden vállalkozónak gyakorlatilag erre be kell rendezkednie. Ennek érdekében megkezdtük feldolgozni azt, hogy az egyes cégeket megkeressük, hogy őket hogyan érinti ez a válság, milyen kilábolási lehetőségeket látnak, illetve milyen segítséget kérnek, hogy minél előbb túl legyünk ezen a válságon. Magyarországon szerda délután 16 koronavírusos beteget tartottak nyilván.